Aki tetszeni akar a hajtát... Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban. Réreg István tanárúrral beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a Kőmennyi Lajos kötetének a könyvemutatója. Hanyadik kötet ez már? Ez a Körmendi monográfia harmadik kötete, tehát trilógiára sikerült megírni a művet, nagy nehezen, azért nagy nehezen, mert annyira gazdag anyag van, hogy még mindig valamit nem írtam meg, de most már többet nem fogok írni róla. És ebben a kötetben mely éveket, évtizedeket öleli föl? Ez a pályája harmadik szakaszát mutatja be. 96-tól haláláig, 2005-ig, 2005. január 1-én halt meg szegény. Biztos, hogy mindig kedvenc verse, kötete, újságírói cikke is biztos, hogy rengeteg van, ami önnek is nagyon kedves, de ebben a kötetben mi az, amit úgy nézőinknek külön kiemelne? Én a legkedvesebb novellájának, tehát szinte zseniális alkotásnak, remek művnek tartom, az Őrsi Imréről írt története, amelyik mágikus, realista, remek mű, úgy gondolom, és azt ajánlanám majd a nézőknek a figyelmébe, a műnek a címét majd megtalálják a könyvben. Akkor egy kis meglepetés, hogy mindenki keresse meg, viszont itt is lesz meglepetés, hiszen most is lesznek diákok, akik olvasnak fel részleteket. Hogyan állította ezt össze? Szerencsére vannak olyan diákok, akik visszatérően segítenek nekem, így például a Domján Sanyi egyetemista már, vagy a Törőcsik Gabriella, aki gimnazista, de a régebbiek közül is lett volna jelenkező, csak éppen most a nyaralnak, a kerefiúk azok például Spanyolországban. De azért lélekben ők itt vannak, hiszen ők is nagyon szerették Körmendi Lajos munkásságát. Én azt kívánom, hogy sokáig éljen még a karcagiak és a környék emlékezetében Lajos a műveink keresztül és az ön köteteink keresztül. Én is ezt kívánom, és azt gondolom, hogy Berekfürdő már a kerefiúkat is lehet látni a Berekfürdői könyvbemutatón. Köszönöm szépen, és jó olvasást kívánok a közönségnek. Köszönjük szépen. A másik könyvbemutató a Jászkonyság kötet. Dr. Őrsi Juliannával beszélgetünk. Évek óta szívügyének tekinti, hogy megjelenjenek a megye írásai. Ebben a kötetben mi minden kapott helyet, hiszen igen, szép és tartalmas kötetről van szó. Valóban 2006 óta bábáskodom a Jászkonyság felett. Előbb évtizedeken keresztül folyóiratként jelent meg, 2013 óta viszont évkönyv, és a mai napon a 2013-ast és a 2014-est is kézbe vehetik az olvasók, a bemutatására most kerül sor. Néhány szerzőt esetleg a állandó szerzők közül meg tudunk említeni, vagy olyan témát, amit hogy külön nézőink figyelmébe ajánlana, hogy azért vegyék meg, mert esetleg nem olvashattak még erről a részéről a megyének. Állandó szerzőink közül több karcagi van. Mindenek előtt említhetem Rideg Istvánt, aki az irodalom fejezet rendszeres írója, vagy szintén szerzőnk Ruzicska Ferenc, Elek György művész néven. Hát magamat is ide sorolhatom, tehát nem csak főszerkesztője vagyok az évkönyvnek, hanem szerzője, rendszeres szerzője is. De írt már Nagy Sándorné tanárnő az évkönyvbe, Bojtos Gábor, aki korábban az itteni gimnázium tanára volt, Kuruc János rendszeresen írt, utolsó munkája is ebben a kötetben jelent meg. Aztán Fazekas Mihály, muzeológus, bár nagybeteg, de a gyűjtéséből a lánya válogatott egy cikkre valót, első világháborús emlékeket gyűjtött ő jó 20 évvel ezelőtt.
Tehát akkor tényleg teljes a kör. Fiatalabb szerzők esetleg, vagy amit a fiataloknak ajánlana, olyan jellegű írás ebben a tartalmas kötetben esetleg? Tehát a kötetben tematikus fejezetek vannak, történelem, néprajz, irodalom, nyelvészet, és emellett projektekről, kulturális projektekről beszámolók, aztán különböző figyelemreméltó kulturális eseményekről vannak írások, és a megyében megjelent könyveket is egy-egy cikkben ajánljuk az olvasóközönségnek. Akkor végül is ez egy dupla kor dokumentum, hiszen akkor azokat is meg lehet tekinteni, el lehet olvasni, és ez alapján azokat is megvásárolni. Mindig dolgozik valamint, tehát adódik a kérdés, hogy ez most nyomdában volt, kész van, bemutatjuk. Mi a következő, ami nyomdába kerül, vagy készül? Valóban ezt már elhoztuk a nyomdából, és remélhetőleg nem csak a mai nap, hanem később is megvásárolható a karcagi Csokonai Könyvtárban többek között, valamint hát meg is rendelhető a szerkesztőségben. Amit legközelebb kézbe vehetnek az olvasók, az nekem egy saját könyvem, aminek Paraszt világ a címe. Tegnap adtam a karcagi nyomdába, mert hogy rendszeresen ez a nyomda kivitelezi a könyveinket. És akkor ez általánosságokban, vagy a családhoz kötődő, picit áruljunk el Kevcsinálónak, nézőinknek? Ez hát nem csak a nagy kunságról szól, hanem az Alföldről, sőt mondhatom azt, hogy az országról, a Kárpát-medencéről. Részletek vannak egy-egy vidékről, nem kimondottan családtörténetek, hanem a történelmi folyamatok, a kultúra beágyazódásának a bemutatására törekszik a könyv. Tehát akkor egy komplexebb megvilágításra mutatja be ezt a társadalmi réteget. Reméljük, hogy akkor ez is hamarosan megjelenik, és akkor jó munkát kívánunk a következő kötet kitalálásához, megszerkesztéséhez. Köszönöm szépen. Szeptember végén vagy október elején találkozhatnak a könyvvel is, és velem is remélhetőleg. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.